az alma barnulása és erjedésének vizsgálata. Az előző kísérletben ketté vágott almánkat meghámozzuk, majd ezt követően turmixgépbe daraboljuk. Óvatosan, hogy a késsel nehogy elvágjuk a kezünket. És letúrmixoljuk az almánkat. Az így elkészített almapéker petri csészébe helyezem. Az egyik almapép felületére 3-4 csepp citromlevet fogok cseppenteni. És néhány perc elteltével figyeljük meg a változásokat. Nézzük meg, mi történt néhány perc elteltével a két almapépünkkel. Látható, hogy amelyeket nem cseppentettük meg citromlével, elkezd barnulni. Ennek oka, hogy az alma barnulását elindító anyagok a levegő oxigénjével reakcióba lépve egy barnás színreakciót adnak. Abban az esetben, ha antioxidást, mondjuk citromlevet csepegtetek az alma felületére, abban az esetben ez a barnulási folyamat lényegesen lassabban indul. A továbbiakban a leturmixolt almapépet egy befűtés üvegben fogom beletenni. Mégpedig ügyelünk arra, hogy az almapépet úgy töltsük be, hogy levegő buborékok ne legyenek benne. A pépet jól összesűrítjük. Majd ezt követően rátesszük a tetejét, lezárjuk. És egy hét múlva megfigyeljük, milyen változásokat tapasztalunk. Figyeljük meg, mi történt az almapépünkkel, amelyet egy héttel előtte a befűtés üvegbe elhelyeztünk. Láthatjuk már üvegen keresztül, hogy apró buborékok jelennek meg az almapépben, annak ellenére, ugye, hogy úgy helyeztem bele, hogy összetömörítettem a pépet. Most nézzük meg, mi történik abban az esetben, ha kinyitom ezt a befűtés üveget, és megszagoljuk a pépünket. Ahogy kinyitottam az üveget, hallható volt a sziszenés, illetve ha fölé hajlok, erőteljes cefre szagot érzek.
Ennek magyarázata, hogy beindult az alma erjedése, az erjesztő baktériumok, illetve gombák hatására, az erjedés beindulva szén-dioxid gáz szabadul föl, a buborékok ezért jelennek meg a pépben. Amikor kinyitom az üveget, ez a szén-dioxid gáz távozik, és természetesen a cefres szagot, az pedig az erjedt alma okozza.